Idén már 15. alkalommal szervezték meg a gerontológiai napokat. A jelenlegi demográfiai helyzet, az előregedő társadalom számos problémája az, ami életre keltette ezt a kezdeményezést. Köztudott, hogy az elfogyó, öregedő népesség kérdésének megoldása egyre sürgettőbb nem csak Magyarországon, hanem a nyugati társadalmakban is. Ezért gondolják úgy a szervezők, hogy minden idősödéssel kapcsolatos tanácskozásnak nagyon fontos szerepe van. Előadóink gyakorlati szakemberek és a gerontológia területén kutató munkatársak. Szociológusok, szociális munkások, pszichológusok. Mindez azt is mutatja, hogy a téma interdisziplináris megközelítést kíván. A konferencia nyitott volt, de elsősorban a szociális szakembereket várták, akik hat szekcióban vitatták meg a legújabb tudományos eredményeket. Az egyik fontos téma az időskori magány volt. Aki felszínesen nézi, azt gondolhatná, hogy egy idősek otthonában nincs egyedül az idős ember, talán kevesebb veszély leselkedik rá a magányosságot tekintve. Ugyanakkor kutatások azt igazolják, hogy az idősek otthonában való beköltözés, a korábbi társas kapcsolatoknak a megszakadása, a barátok elvesztése, a családi kapcsolatoknak a tompulása egyértelműen növeli az izoláció veszélyét. A szervezők nem csak a hazai szakemberek számára kínáltak lehetőséget, hogy a legfrissebb kutatási eredményeiket megmutassák, hanem Európa számos országából is érkeztek kutatók és gyakorlati szakemberek a programra.